500 focipálya méret, körülbelül ekkora a nyíregyházi parkerdő, ahol a Nyírerdő ZRT munkatársainak mindig van mit tenniük. Éves szinten olyan 1,5 millió forint, 2 millió forint az, amit mondjuk a károkozásból kell nekünk helyreállítani. Változó nagyon. A legtöbbször a tájékoztató táblákat rongálják az erdőben, ám most valamennyi pihenő rész és tábla jó állapotban van. Ebben az évben jellemzően kevesebb volt a károkozás. Szerintem ez annak is betudható, hogy még többen járnak az erdőben, még kevesebb alkalom van arra, hogy valaki kárt tegyen valamiben. Elsősorban most a elhasználódott időt, idejüket megélt eszközöket cseréltük le, vagy karbantartjuk folyamatosan, és nyáron a gyerekekkel inkább a táborainkban, a foglalkozásainkon foglalkozunk szívesebben, most is jelenleg zajlik ez. Ők a szőlőskerti általános iskola tanulói, az egyik önkormányzat által szervezett tábor keretén belül sétáltak a sóstói erdőben. A diákok azt is megtudták, hogy a nyíregyházi parkerdő egy véletlen elírásnak köszönheti létét. Mikor még nem volt itt a sóstói erdő, akkor itt lakott egy földes úr, és az itt lévő egyik emberének küldött egy üzenetet, hogy vessen mákot, csak hogy véletlenül a földes úr lehagyott egy ékezetet, és így az lett a levélben írva, hogy vessél makkot, és nyilván, hogyha makkot vetünk, akkor töltyfa lesz belőle, és így alakult ki a sóstói erdő. A diákok egy-egy erdei foglalkozáson a növényekkel és az állatokkal is megismerkednek, az előadók pedig arra is figyelnek, hogy a környezetvédelem fontosságára is felhívják a tanulók figyelmét.